Gyönyörű környezetben nyugodt vizekre evezünk a következő két órában. Köszöntöm a kedves nézőket! Hamarosan élőben közvetítjük a lucerni evezős világkupa döntőit. A Rodzé, a gyönyörű svájci tavacska bizonyosan csodálatos emlékeket idéz fel. Hát néhány nappal ezelőtt értettek haza Európa-bajnok evezős párosunkban, Simon Bélában és Juhász Adriánban. Szervusztok! Köszönjük, hogy befáradtatok a stúdióba. Ott szereztétek meg az olimpiai kvótát, három hete pedig Brandenburgban ugye Európa-bajnoki címet szereztetek. Hát elég mozgalmas három hét áll mögöttetek, de hogy ideig eljutottatok, azért nem volt gond nélküli az az utazás, és hát jöhet a felkészülés a riói olimpiára. Béla, hogyan tudnád összegezni mondjuk az elmúlt három hét csodás eseményeit? Fú, igazándiból teljes meglepetés volt számunkra is, hogy meg tudtuk nyerni az Európa-bajnokságot. Döntőbe titokba azért vártuk magunkat, mert azért az előző években stabilan ott tudtunk lenni az ötödik hely környékén, de most valahogy minden összejött, és a csillagok állása is úgy akarta, hogy meg tudtuk nyerni, és akkor ez akkora löketet adhatott nekünk valószínűleg, hogy a kvalifikációt is meg tudtuk csinálni, ami a legnagyobb célunk volt erre az évre gyakorlatilag, hogy tudjunk kvalifikálni. Adrián, mi történt a vízen? Így három hét távlatából ugye először az EB győzelem volt, ami még nem ért olimpiai kvótát, tehát ezt megszereztétek Lucernben. Igen, hát amit mondta Béla, én sem számítottam annyira, bár ott előtt lévő napok már lehetett érezni, hogy jól megyünk, mert nagyon régóta együtt tevezünk, és azért érezzük, hogy mikor megy jobban a hajó. És ott nagyon jól elkaptuk a versenyzést az EB-n, és ez szerencsére sikerült megtartani a világkupáig, bár igen, azért nagyon izgalmas volt és nagyon fárasztó, főleg a közte lévő két hét, mert itt az csapat, akik itt voltak, tényleg nagyon-nagyon szoros volt, mert minden, aki lemaradt a felnőtt világbajnokságon a kvótáról, az itt elindult, és ez mind nagy, teljesen egyforma csapatok. Hát látszott is, hogy egy-két tizeden belül beért szinte mindenki. Fiúkat láthatjuk közben, akció közben is, és azt hiszem, hogy nagyon nagy sikert értetek el, az utóbbi időszak legnagyobb magyar evezős sikerét. Na de nem volt minden teljesen szuper az elmúlt időszakban. Itt a főcím előtt tettetek egy kis említést, hogy azért nem biztos, hogy mindenki várta volna tőletek ezt a kvótát, ami egyébként a második magyar kvóta, ugye a riói olimpiára. Tehát hogy is volt ez, milyen rögös út vezetett ideig, Béla? Igazándiból a tavalyi évünk nagyon jól indult. Ezüstérmesek voltunk a Bledi világkupán, arra is nem is emlékszem már, talán a Haller Ákosék voltak utoljára érmesek, de nem mernék rá fogadni. És ezután megnyertük az univerziádét, ötödikek voltunk. Látom a pólótokon. Igen, megnyertük az univerziádét, ötödikek lettünk az Európa-bajnokságon, majd beütött a krak, és 21-ek lettünk a világbajnokságon, és ezzel nem tudtunk kvalifikálni. Úgyhogy igazándiból itt... lelkileg is hát ott teljes szétesés volt, egy kicsit szét is ültünk, kicsit külön is váltak az útjaink, és akkor elkezdtük az idei évi felkészülést Görögországban. Ott szerencsésen összeszedtem egy deréksérülést, két hétig nem bírtam fölkelni az ágyból, és utána úgy kezdtük újra, és akkor összeültünk ismét. Szerencsére így utólag ugye ez kiderült, és úgy vezetett a sikerhez az út, hogy kicsit külön utakon érkeztünk. Akikkel beszélgettem rólatok, mondták, hogy a szokásotokhoz híven általában féltávnál, tehát lassabban kezdtek, féltávnál a negyedik, ötödik helyen szoktatok lenni, aztán jön a pokoli hajrá. Ez a nyerő taktika, és ez lehet esetleg később is a nyerő taktika? Hát valószínűleg nekünk ez valamiért ez jött be. Próbálkoztunk egyébként korábban sokszor megváltoztatni ezt, hogy erősebben az elejét, és nem ennyire nagy, igazából ez túl izgalmas lesz a vége, mindenki azt mondja, hogy... Hosszú az a 2000 méter, ugye? Igen, és próbálkoztunk, hogy máshogy, de az nem, valamiért nem jött be is. Ez most már, de most az a jó, hogy úgy tűnik, hogy standard tudjuk szinte ezt a végén, ezt az erős hajrát, mert mindegyik futamba szükség volt rá, és mindegyikben meg is tudtuk csinálni. Úgyhogy igazából nem gond ez, csak a nézőknek túl izgalmas. Pont mondtam, és legközelebb most már pénzt szedünk érte, hogy csináljuk itt a végén az izgalmakat, mert tényleg nagyon szoros, mert nagyon szoros lesz. Hát izgalmas ott a vége, főleg a családtagoknak kiugrik a szíve ilyenkor ott a legvége, hogy vajon sikerül-e. Igen, de hát itt mindenki, mindenki azt hiszi, hogy mi lealibizzük az első 1700 méter, de hát nem erről van biztosan szó. Biztosan nem. Igen, hát jövünk, ahogy bírunk, csak valahogy az utazó sebességünk nem éri el azt a sebességet. De hát ez úgy gondolom, hogy semmi gond, hogyha a végén be tudjuk hozni. Tehát ugye 6 percet lehet úgy is menni, hogy 2 perces az első
ezer méter, és 4 perces a második 1000 méter, tehát igazándiból a végeredmény számít. Bő 2 hónap múlva Riói olimpia, gondolatokban hol szerepel már a braziliai ötkarikás játékok, hogyan készültök, hiszen azért hát ott vagytok, és a magyar ember olyan, a magyar szurkoló olyan, hogy hát akkor már, ha ott vagytok, akkor elég magasra tesszük az elvárási lécet. Igen, tényleg ilyen a magyar ember, és igyekszünk ezt nem fölvenni, hogy nekünk az minél jobb, hogyha tehermentesen tudunk versenyezni. Nagyon szeretnénk pontszerző helyen célba érni, tehát ez az első 8 hely valamelyike. Nyilván itt magunkban is van egy kis elvárás, hogy azért egy döntőt, egy Európa bajnoki aranyérem után szeretnénk összehozni. Aztán meg bármi lehet, mert állítólag nagyon-nagyon rossz a víz, amit meg mi kimondottan szeretünk. Ugye Brandenburgban az Európa bajnokságon is horror volt a víz, derékig érő hullámok, úgyhogy bízunk abban, hogy ott is olyan lesz, és azzal mi javunkat fogja szolgálni. Ugye nem csak Európa lesz ott a normál súlyú kormányos nélküli kettes mezőnyében, hanem a nagyvilág. Hol vagytok most nagyjából világviszonylatban, hol érzitek magatokat? Hát most az Európa-bajnoksággal így azért kicsit előrébb léptünk, szóval ez mennyi, legalább önbizalmat merítünk ebből, ez biztos. Hát azt gondolnám, hogy egészen nagyon tényleg van egy-kettő, aki azt mondom, az Új-Zéland, az mondjuk 8 éve nem kapott ki sehol semmilyen versenyen. Mondjuk őket olyan, nem azt mondom, hogy nem lehet megverni, de őket az elég nehéz, de onnantól kezdve gyakorlatilag a tavalyi VB második, harmadikat, meg ott a döntő, az Európa-bajnokságon mindenkit megvertünk, úgyhogy azt mondom, hogy ha már ott vagyunk a döntőbe, addig sikerül eljutni, akkor szerintem tényleg egy jól sikerült pályával bárkit szinte meg lehet verni. Hát azt mondom, de én azt mondom, hogy ott legyünk az A-döntő közepe, vége, amit úgy reálisnak tartok. De tényleg nagyon, nagyon szoros. Egyszerűen annyira szoros, hogy attól függ, hogy egy csapást elrontok, vagy egy bóját fogok, vagy ilyesmi, és már is hátrébb vagyok két helyen. Úgyhogy ezért nagyon nehéz ilyen következtetéseket levonni ebből. Hát bő másfél órányi evezős izgalom vár ránk most a Rózénnél, ugye Lucernben. Mire kell figyelni? 7 döntőt fogunk megmutatni. Nektek mondjuk szakmailag mire kell figyelni, és mit ajánlotok a nézőknek? Igazándiból a saját versenyszámunk, amit ugye mi is csinálunk, az a kormányos nélküli kettes. És ott... miért vagytok itt akkor? Hát mert mi nem indultunk el a világkupán, mert azért az sok lett volna most az EB, a kvalifikáció és még egy világkupa, az már teljesen kimerített volna minket. Mi természetesen nagyon örülünk, hogy itt vagytok, csak adódott a kérdés. Igen, és az utolsó világkupára úgy néz ki, hogy viszont el fogunk menni Poznánba, Lengyelországban lesz 3 vagy 4 hét múlva, oda már odaállunk. De ezt már soknak éreztük, hogy ott maradjunk. Úgyhogy a kormányos nélküli kettes visszatérve a kérdésre, mi azt várjuk értelemszerűen a legjobban, de a férfi egypár és a férfi 8-as még, ami elég izgalmas lesz szerintem. Ott azért elég nagy rivalizálások mennek csapatok között, és azért az izgalmas tud lenni. Adrián, ilyenkor tudtok leszűrni, mondjuk tehát, hogy megnézzük majd a döntőket, olyan tapasztalatokat, amiket majd hazafele menet esetleg Szolnokra át tudtok beszélni, hogy hoppá, most itt lehet, hogy egy kis formaingadozás volt, vagy ők picit lomhában mozogtak. Lehet-e tanulni mondjuk egy ilyen versenyt nézve? Lehet mindenképpen tanulni, már most is, ugye leventek már az előfutamok, ha csak így konkrétizálni akarjuk, hogy a legutóbbi olimpiai ezüstérmes, látszik, hogy most még döntőbe se jutott, úgyhogy valószínűleg ők valahogy nem jó formában vannak, és ezt mondjuk nagyon jól látni, mondjuk még oda kell állni, és azért tényleg egy előző olimpiai második, az mindenki úgy számol, hogy azért az biztos nagyon jó, és szóval sokkal ilyen következtetéseket le lehet vonni, hogy mégis őket akkor mégiscsak meg lehet várni, nem olyan lehetetlen, meg tényleg, hogy milyen pályataktikával megy, ilyeneket azért le lehet szűrni. Úgyhogy szerintem mindenképp hasznos nézni ezeket, és mindig meg is szoktuk nézni ezeket a versenyeket, hogyha nem vagyunk ott. Mielőtt kikapcsolnánk a helyszínre, és majd elengedjük Bélát szakkommentálni, azért említsük meg a két magyar kvótát, hiszen mellettetek a Simon Béla Juhász Adrián páros mellett ott lesz az olimpián Pétervári Molnár Bendegúz is, úgyhogy azt hiszem, a két kvóta az egy olyan dolog, hogy hát kevesen számoltak akár egyel is, hogy látod, Adrián? Igen, hát ezért egy-két hónapon nagyon bizonytalan volt a helyzet, mert volt egy kis változás a szövetségbe is, kicsit ott megkavaródott szövetségi szinten így az egész, és olyan bizonytalan lett az egész, de nagyon, igen, én sem mertem volna fogadni, hogy akár egy is lesz, de úgy látszik, hogy jó irányba haladunk, és sikerült nagyon-nagyon komoly versenyzéssel, és nagyon-nagyon ügyesen szerezte meg Bendegúz is a kvótát. Én tényleg nem gondoltam volna róla sem, hogy ennyire, tehát mondjuk neki nagyon szoros volt egy
pár két tizeddel verte meg talán a negyedik helyet, vagy a negyediket, aki már ugye kiesett. Úgyhogy, de is nagyon, nagyon tudatosan, nagyon komolyan láttam, hogy hogy készül, meg én vele télen sokat készültem, és láttam, hogy nagyon, nagyon mindent megtesz érte, úgyhogy nagyon megérdemelte, és nagyon örülök neki, hogy ő is megszerezte. Brandenburgi sikeretek, a magyar evezős sport 18. Európa-bajnoki aranya volt, ugye van most akkor két olimpiai kvótánk is, érezhető magán az evezősporton belül, hogy ez egy óriási lökést ad, és akár még népszerűbb lesz a szurkolók, a nézők számára is? Én azt gondolom, hogy mindenképpen ad egy lökést. Minden sportnak jó, hogyha van embere az olimpián. Szóval igazándiból nagyon rossz lett volna magának az evezésnek, ugye kiemelt sportág vagyunk, azért van teljesítménykényszer, és én azt érzem egy kicsit most a parton, most jövünk a Velencei tóról, mert most van most zajlik épp a vidékbajnokság, hogy egy kicsit föllélegzett így az elnökség, az elnökünk, az edzők, egy kicsit nyugodtabbak. Szóval azt gondolom, ez egy nagyon nagy lökést fog adni, és bízom benne, hogy ezen felül rengeteg embert oda fog vonzani a hajóházakhoz, mint sportolók, mint támogatók, mint csak érdeklődők szintjén. Köszönjük szépen, kedves nézőink, most pedig már tényleg a világkupára kapcsolunk Lucernbe. Barta Zoltán lesz a kommentátor, és Simon Bélát nem sokára el is engedjük szakkommentátornak. Következik a női kormányos nélküli.